A kultúrával foglalkozó városi intézmények összefogásának köszönhetően jött létre olyan programsorozat a Vármegyeházán, mely minden korosztálynak és sokféle érdeklődési körnek nyújt majd tartalmas szórakozást a nyár folyamán, mondta Berlinger Attila, a Babits Kulturális Központ igazgatója. A programsor gerincét a labdarúgó EB mérkőzéseinek közvetítése adja. A találkozókat óriás kivetítőn követheti a belépésre jogosult 350 néző. Emellett számos programmal várja a Kulturális Központ az érdeklődőket. A tavalyi évben elmaradt színházi előadásaink közül többet végre meg tudunk rendezni. Július hónapban Berecki Zoltán és Szulák Andrea koncertjét a Vármegyeháza udvarán láthatják az érdeklődők. Most pedig ezen a héten Baki Péter igazgató úr, a Művészetek Háza korábbi igazgatójának egy életmű kiállítását tekinthetik meg a látogatók. De a programsorozat része a Budapesti Fesztiválzenekar zsinagóga koncertje a Művészetek Házában, és július végén Koncsuzsa fellépése is, melynek a Kulturális Központ ad majd otthont. A Vosinszky-Mór Megyei Múzeum a Múzeumok Éjszakája programjával kapcsolódott a kínálatba. A Vármegyeháza kiállítótermében útjára indul a Művész Családok Tolnában sorozat is. A múzeum főépületében a tavalyi esztendőben 2020 őszén előkerült Simon Tornyai 16. századi ezüst pénzleletet mutatjuk be, és ez adja az apropóját annak, hogy a múzeum főépületében középkori hangulatú játékokra, bemutatókra is sort tudjunk keríteni. A tavalyi esztendő sikerén felbuzdulva a Szekszárdi Német Színház több előadását is nyomon követhetik majd a nézők a Vármegyeház színpadán. Gyerekek számára pedig a zsebszínházi sorozatunk látható, keddenként, délelőttönként 10 órakor, minden héten egy másik vesével várjuk a fiatal közönséget 12 éves kor alatt, és hát a felnőtt kísérőiket. A szervezők elmondták, a belépéskor mindig az aktuálisan érvényben lévő járványügyi szabályok lesznek érvényben.